másfél évvel ezelőtt kérdeztem államtitkár urat arról, hogy a pincei kórházat van, az aktív ágyakat miért szüntették meg, a szakrendeléseket miért rakták át Dombovárra és Tamásiba, és miért adták át telephelyként a dombovári kórházhoz. Akkor azt a választ kaptam, hogy összességében elmondhatjuk, hogy 200 millió forinttal igyekeztünk a szakellátáshoz való hozzájárulást fejleszteni Pincehelyen. Ehhez képest a Pincehelyen és környékén élők ellátásbiztonsága érzetre egyre rosszabb. Szakrendelésekre már mindenki Tamásiba jár, ami egyes településekről csak átszállással közelíthető meg. De az ellátásukat még a Tamásiban élőket sem elégíti ki, hiszen ők sem kapnak megfelelő időpontokat. Megnövekedett az ellátási terület, megnövekedett a létszám, akit el kéne látni, így romlott az ellátás. Reumatológiai rendelésre hetente egyszer van Tamásiban, ortopédiai rendelésre, ha az ember szeptemberben időpontot kér, csak decemberre lehet kapni, kardiológiai szakrendelésre októberbe kér az ember időpontot, akkor csak márciusra van időpont. Önök szerint ez a szakellátás fejlesztése? Ehhez kellett 200 millió forint? Hogy megszüntessék az aktív ágyakat Pincehelyen? Hogy most már csak elfekvő osztály legyen ott? Hogy ne legyenek szakrendelések a pincehelyi kórházba? És Tamási rendelőintézetbe, szakellátó rendelőintézetbe is csak hónapokra, fél évre kapjon az ember időpontot? A gyerekeket, hogyha el kell vinni Dombovára, akkor sokkal rosszabb ellátást kapnak most, mint valaha kaptak. Azt gondolom, hogy ez a térség nem a legjobb térségek közé tartozik, ezt önöknek köszönhetjük. De az emberek, akik ott élnek, megérdemelnék, hogy normális egészségügyi ellátást kapjanak, hogy ne egy napon keresztül kéne utazniuk azért, hogy Dombovára átjuthassanak szakellátásért, megérdemelnék a tisztességes egészségügyi ellátást. És ha 200 millió forintból ez sikerült önöknek elérni, akkor gratulálok. Köszönöm szépen, Hegenges Anita a képviselőasszony. Válaszadás van, Rétvági Bence államtitkár úrat kérem. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Abból a 200 millió forintos fejlesztésből, ami valóban Pincehelyen zajlott, sikerült az épületnek az egyik szárnyát teljes mértékben felújítani. Ez azt jelenti, hogy itt már korszerű infrastruktúrális körülmények között tudnak gyógyulni a betegek, és mindemellett pedig új eszközöknek a vásárlása is sor kerülhetett. Azt hiszem, hogy az új eszközök szintén a jobb beteg gyógyítást tudják elősegíteni a pincehelyi lakosoknál. Továbbra is Pincehelyen működik, és ellátja a betegeket a sebészet, a szűrészetnőgyógyászat és a belgyógyászat. Vérvételre is itt sor kerülhet, amiatt sem kell sehova utazni. Ugyanakkor mindezeknek a fenntartása annak ellenére történik, hogy ezeknek a többségében az országos átlag alatt van messze a betegforgalom, akik ezekben az ellátásokban részt vesznek. Tamásikban pedig 21 szakmában vehetik igénybe az egészségbiztosítás által finanszírozott ellátásokat a betegek a Tamási rendelőintézetben. Tisztelt képviselőasszony, biztosan jobb helyzetben vannak a betegek ahhoz képest, amikor önök kivontak 600 milliárd forintot az egészségügyből, amikor önök felszámoltak 16 ezer aktív ágyat, és amikor önök elbocsátottak 6 ezer egészségügyi dolgozót, aki pedig megmaradt, azoknak egy havi fizetését szintén elvették. Annál is jobb a helyzet, mivel 2010 óta sikerült 77 kórházat részben vagy teljes egészében felújítani, 23 új rendelőintézetet felépíteni, emellett 54 rendelőintézetet felújítani, 30 új mentőállomást építeni, és 104 mentőállomást felújítani. Ez az ország minden részen levő beteg számára jó hír, pozitív hír, hiszen korszerűbbé vált az ellátásuk. Jó hír az is, hogy 500 milliárd forintot fordított a kormány a vidéki kórházaknak, a vidéki egészségügyi szolgáltatóknak a fejlesztésére, az pedig a budapestieknek jó hír, hogy ebben az évben 40 milliárd forinttal, a következő években pedig 100 milliárdokkal próbáljuk korszerűbbé tenni a Pest megyei és a budapesti ellátást is. Köszönöm szépen!